Előszó az olvasóhoz. Irgalmas Isten, milyen mohón ragadod meg ezt az előszót, magasrangú vagy közrendű olvasó, abban a hitben, hogy leszólja és szapulni fogja azt az írót, aki ma a második donkiótét közrebocsátotta, melyről azt mondják, hogy Tordesillasban fogamzott és Taragonába jött a világra. Én azonban az igazat megvalva nem szerzem meg néked ezt az élvezetet, mert ha bár a sérelem még a legalázatosabb szívet is haragra lobbantja, én kivétel leszek a szabály alól. Talán azt szeretnéd, ha elmondanám szamárnak, otrombának, szemtelennek, bizony esze sincs, verje meg a maga bűne, egye meg, amit főzött, és váljék egészségére. Azonban mégis fájt, hogy öregnek és csonkának csúfol, mintha bizony feltartóztathattam volna az időt, hogy át ne fölöttem, vagy karomat valami kocsmában vesztettem volna el, nem pedig a ma fenséges alkalommal, melyhez foghatót sem a múlt, sem a jelen századok nem láttak, se a jövendők nem várhatnak. A sebeim szemre nem tündökletesek is, megbecsülik és tisztelik őket azok, akik tudják, mikor sebesültem meg mert a katonához jobban illik, hogy meghajjon a csatában, semmint futással meneküljön. Ez nekem annyira meggyőződésem, hogy ha mostanság valaki lehetetlen ajánlana, s lehetővé tenni a választást, mégiscsak azt választanám, hogy jelen voltam, legyen a ma eseménynél. Nem pedig, hogy minden tagom épp maradt volna, de nem mondhassam el, hogy e csata részese voltam. A sebek a katonák arcán mellén vezércsillagok, és másoknak utat mutatnak a dicsőség és a megérdemlet kitüntetés vágya felé. Aztán meg azt is meg kell gondolni, hogy az ember nem ősz hajával ír, hanem az eszével, amely pedig az esztendőkkel érettebbé szokott válni. Az is fájt, hogy irigynek mondott, s kioktatott, mint valami tudatlant, hogy mi is az az irigység. Pedig az igazat megvalva a sokféle irigység közül én csak a szent, nemes és jóra irányuló irigységet ismerem. Mert hogy ez valóban így van. Én csak ugyan egyetlen papot se akarok üldözni, kivált, ha ráadásul a Szent Inkvizíció bizalmasa de ha mégis ő rá éppenséggel csalatkozik, mint hogy az illető lángeszét bámulom. Műveinek és szakadatlan mesteri tevékenységének csodálója vagyok. Végül pedig hálával tartozom a tisztelt szerzőnek, mert novelláimról megjegyezte, hogy inkább szatirikusak, mint tanúságosak. Mégis jók. Bizonyára nem lehetnének jók, ha mindennek savaborsa bennök nem volna. Úgy sejtem, azt mondod, nagyon is mérséklem magamat, és szerénységem határán belül maradok, tudva, hogy a gyötrődőnek nem kell még nagyobb gyötrelmet okozni, pedig ez az úr kétség kívül már is nagyon gyötrődik, mint hogy nem merészel fényes nappal nyíltan síkra szállni, hanem álnévvel takarózik, szülőföldjét is eltagadja, mintha valami felségsértést követett volna el ha ne talán valamikor megismerkednél vele, mondd meg, azt üzenem, én nem neheztelek rá. Mert igen, jól tudom, hogy az ördög meg szokta kísérteni az embereket, és egyik legnagyobb kísértés, ha valaki azt veszi a fejébe, hogy ő tud olyan könyvet írni és kinyomtatni, amely sikert hoz és pénzt, meg pénzt és sikert. Igazolásul azt mondd el neki, kérlek jókedvel, vidáman, mondd el ezt a történetet. Volt egyszer Szevijában egy bolond. Furcsa eszelőssége párját ritkította a világon. Ugyanis az volt a szokása, hogy kifúrt egy nátszálat, és a végén kihegyesítette. Ha aztán az utcán vagy egyebütt valami kutyára akadt, lábával lefogta a kutya egyik lábát, a másikat meg a kezével, ahogy tudta, beigazította az alfelébe a nátszálat, és úgy felfújta vele, mint a dudát mikor aztán a kutya egészen neki domborodott, egyet-ketőt a hasára, és így szólott a körülállókhoz. Szokás szerint mindig nagyon sokan voltak körülötte. Azt hiszik, ugye, hogy gyerekjáték a kutyát felfújni? Uraságod is azt hiszi, ugye, hogy gyerekjáték könyvet írni? S ha ez a történet nem nyelji meg a tetszését, akkor nyájas olvasom, mondd el neki ezt a másikat, amely szintén bolondról és kutyáról szól. Volt kordobában egy másik bolond. Az volt a szokása, hogy a feje tetején egy darab márványt vagy valami más súly követ hordozott. Mihelyt kutyával találkozott, amely nem vigyázott magára, nyomban mellé esett, és rázuhintotta a súlyos terhet. Megijedt erre a kutya, s égtelen a sivalkodással, ugatással végigszaladt három utcán. Egyszer azonban megtörtént, hogy az így megrezzentett kutyák között egy sipka csinálóira akadt, melyet gazdája különösen szeretett. Lepotyantotta a követ erre is, fején találta vele, s a kutya kegyetlenül sivalkodott. A gazdája látta, hallotta az egészet, fogott egy rőföt, ki a bolondra, s megrakta úgy, hogy nem maradt rajta egy porcika severetlen. Minden ütésnél, amit ráhúzott, így szitta. Adta zsiványa az én vizslámat? Nem láttad semmire kelő, hogy az én kutyám vizsla? És addig ismételte újra meg újra a vizsla szót, hogy egészen porhanyóvá verte a bolondot, aztán útjára eresztette Isten hírével. Fogott az intés a bolondon, haza és s kisejött az utcára egy álló hónapig. Akkor azonban újra előre került, folytatni akarta szokását még súlyosabb teherrel. Csak hogy, ha most valami kutyával találkozott, nézte szemre, fejre sokáig, de csak nem merte, csak nem akarta rázuhintani a követ, és egyre csak azt mondogatta magában. Ez vizsla? Vigyázz! Szóval akárhány kutya jött is aztán vele szemközt, még ha mészáros kutya vagy kis puli is volt ő, mindent vizslának nézett, és így lesemejtette többé a követ talán történetírónknak is ez lesz a sorsa, és nem merészeli többé eszed dirib darabját könyvekbe pottyantani, mert ha a könyvek rosszak, keményebbek a kősziklánál. Mondd meg neki azt is, hogy fityet hányok ama fenyegetésére, hogy ő elüti kezemről könyvével a nyerességet, és ahhoz tartom magamat, amit Lotyó mond a híres közjátékban. Éljen a tanács úr, és Krisztus urunk mindannyiunkért! Éljen a nagy lemos gróf, akinek ismeretes bőkezűsége, balsorsó minden csapása közt is fenntart engem. És éljen Toledo, főtisztelendő érseke, Don Bernando de Salvadorvar de Rios, a szerető pártfogó. És akkor nem bánom, ha több könyvet nyomtatnak ki ellenem, mint ahány betűt, Mingo Revoyó verseiben van. Ez a két főúr, anélkül, hogy hízelegnék nekik, és minden egyéb érdek nélkül egyedül szívök jóságának indítására, annyi kegyben és jótéteményben részesített, hogy szerencsésebbnek és gazdagabbnak tartom magamat, mintha a szerencse az ő szokott rendes útján emelt volna magasra. Becsülete lehet a szegénynek is, de nem lehet az aljasnak. A szegénység elhomályosítja a nemességet, de tökéletesen el nem sötétítheti. Mint hogy azonban az erény mindig fényt sugároz magából, még az inség, bajain és szűk nyílásain keresztül is, a fenkölt és nemes lelkek mindig becsülésben, s ezért gyámolításban is fogják részesíteni. Többet ne is mondj neki, és én sem mondok más tenéked. Legfeljebb még azt adom tudtodra, értsd meg, hogy Don te második részét, melyet ezen el átnyújtok, ugyanaz a mester szaptas, ugyanabból a szövetből, mint az elsőt, s hogy ebben a bővített Don Kiótét kapod, aki egyszer mind meghalt, s el is temettetett, hogy senki nem erészkedjék többé újra megidézni. Elég volt már a múlt, elég, hogy az ő okos bolondságairól egy becsületes ember tudósított, aki nem akarja újabbakkal megtoldani. Akármilyen jó valami, a bőség mindig csökkenti becsét, de a silányabbnak is van némi értéke, ha kevés. Elfeledtem mondani, hogy perszilét várhatod, mert már készülőfélben van, és a galatea második részét is.